professzor dr. Pető Tünde 60 perc a szem körül címmel tartott előadást a Szegedi Akadémiai Bizottság székházában. A szemész professzor jelenleg Belfastban, a Queen's University Orvos Egyetemen dolgozik. Főleg a cukorbetegség és az öregkori szemfenéki degeneráció kutatásán és ellátásán dolgozik. Az előadás során a szemet érintő betegségekről, szemünk egészségének megőrzéséről beszélt. Én Szegeden nőttem föl, és a Szegedi Egyetemen végeztem, és itt is specializálódtam a szemészetre, de már a tanulmányaim során kint jártam először Olaszországban, és utána Ausztráliában végeztem a PhD-mat, és ezek alatt, az évek alatt végig a szemészeti kutatásokkal foglalkoztam epidemiológiai szempontból, tehát hogy mi az, ami a populációban, az népességben előidézi a szembetegségeket, hogyan lehet olyan beavatkozásokat kitalálni, amik a populáció szintjén fogják segíteni az embereket. Tehát megelőzéssel, a kigondolásának azzal, hogy hogy lehet azt megoldani, hogy az emberek ne vakuljanak meg. Hát én gyakorlatilag egész életemben a vakság megelőzésével foglalkoztam, több irányból, és egyrészt klinikai oldalról, és jelenleg is félállásban praktizálok, félállásban pedig az egyetemen dolgozom, és a vakságnak a megelőzésével. Ugye a legnagyobb problémák a szembetegségek ilyen szempontból, de a szembetegségekhez csatlakozódó diabétesz, cukorbetegség az a világon a vakság egyik vezető oka, ugyanúgy, mint hogy a korhoz kötött makuladegeneráció, és egy hatalmas probléma a zöld hályog, a szürke hályog, és ezekkel a betegségekkel foglalkoztam egész életem során. Professzor dr. Pető Tünde a Londoni Egyetem Szemészeti Intézetében részt vett dr. Lengyel Imre kutatócsoportjának munkájában. Azt kutatták, hogy a cink milyen szerepet játszik az időskori vakság, valamint az Alzheimer-kór kialakulásában. A cink, mint mikroelem, ez egy nagyon fontos szerepet játszik nagyon több helyen a szervezetben. Az egyik, hogy nagyon fontos helyet játszik abban, hogy hogyan kezdődik el az a korhoz kötött makula degeneráció, hogyan alakulnak ki azok a kis pontok, ami után rátapad majd a proteinek és a fehérjék és a zsírok, és azt is, hogy hogyan lehetne azt megoldani, hogy ott a szemnek, a szemfenéken egy megfelelő mennyiségű cinkkoncentráció alakuljon ki. Nagyon sokat haladtunk előre, például az egyik kollega, ő például most már cinkkel fortifikált gabonát is tud termeszteni, ami azokon a helyeken, ahol nagyon kevés cink van például, ott fel tudja hozni a populációnak, megint csak a népességnek a cink szintjét, azért, hogy minél kevesebb emberben alakuljon ki ez a folyamat. A professzorasszony 2020-tól még szorosabb együttműködést alakít ki a Szegedi Tudományegyetem Szemészeti Klinikájával egy tavaly novemberben aláírt együttműködési egyezmény segítségével. Remélhetőleg más részlegek is csatlakoznak majd a kutató és oktató munkához. Tehát az egyetemnek a szemészeti klinikája, ez egy nagyon előre haladó, nagyon előre mutató fiatal gárda, és azzal, hogy elkészítettük ezt az egyezményt, így lehetőség van arra, hogy könnyebben tudjunk cseregyakorlatokat, cseretanulmányokat, és az oktatói gárdának a kicserélését sokkal könnyebben meg tudjuk oldani. Előreláthatólag ez egy nagyobb együttműködési lehetőséget is ad, mert ennek alapján fogunk tudni például nagyobb tudományos grantokért, pénzekért menni, hogy a kutatási oldalt is tudjuk erősíteni. Ami a legjobb szerintem ebben, hogy ez nem csak és kizárólag a szemészeti klinikának ad lehetőséget, hanem lehetőséget ad arra is, hogy a többi részlegei a klinikakertnek is előre nézzenek és készítsenek egy ilyen együttműködési szerződést. Bizonyára sokan tudják, hogy a répa, mint élelmiszer, jót tesz a szemnek. Azonban nem árt tudni, hogy miért van ez így, ahogyan azt sem árt ismerni, mely más növények váltanak ki hasonló hatást az emberi szervezetben. Tehát az A-vitamin, ami a répában van, az nagyon fontos a látáshoz, ez teljesen igaz, viszont nagyon könnyű túladagolni, és a A-vitamin az nagyon sok dologban additív, tehát például a vaníliafagylaltban is, meg egy csomó helyen az a sárgás szín, az nagyon sokszor az a hozzáadott vitamintól van.
Tehát ennek megfelelően azért azzal vigyázni kell, hogy mennyire sokat eszik az ember ebből. Ami nagyon jó a szemnek, azok a nagyon zöld és a nagyon sárga, narancssárgás pigmentek, mert azt nem tudjuk termelni, és a pigment segít abban, hogy a fény és az egyéb toxinok ne alakítsák ki ezeket a betegségeket. Tehát ami történik ilyenkor, hogy például ez a nagyon sötét zöld kelkáposzta, vagy sóska, a brokkoli, ez a színanyag, ami nagyon jó a szemnek. Másik oldalról pedig a tök, az a nagyon sárga színű tök, amiből sütőtököt szoktunk csinálni, és a nagyon sárga színű édes krumpli vagy batáta, azok mind nagyon jók a szemnek. Amiről az előadásban még fogunk beszélni, az, hogy hogyan tudjuk a cukorbetegség szemszövődményeit megelőzni, hogyan tudunk együtt dolgozni azért, hogy megtanuljunk egymást, tanuljunk mindenféléket a világ különböző részeiben, és hogy mik azok a dolgok, amiket tovább tudunk adni más embereknek azért, hogy ők is jobban élhessenek, és megelőzzük a vakságot.